A második feladatunk a képen látható pohár elkészítése lesz. Ennek a példának a során megtanuljuk, hogy hogyan kell ívet, kört és sokszöget rajzolni, át fogunk méretezni egy objektumot, megismerkedünk a follow me, vagyis lekövetés parancsal, valamint a SketchUp egyik legfontosabb eljárásával, a csoportosítással. Kezdjünk is neki. A SketchUp üdvözlő képernyőjén ehhez a feladathoz válasszunk egy olyan templétet, amely millimétereket alkalmaz. Én a termék tervezésre kialakított sablont fogom most használni. Indítjuk el a programot. És ugye a poharat úgy fogjuk fölépíteni, hogy először a talpát fogjuk elkészíteni, ugye ez egy sokszög alapú objektum, a talpra rárakjuk majd a fület, és végül magát a pohár formát fogjuk elkészíteni. Sokszöget az eszköztárban található sokszög eszközzel tudunk rajzolni. Ha rákattintunk, akkor látható, hogy kék színnel megjelenik egy hatszög. A jobb alsó sarokban láthatjuk, hogy megadhatnánk, hogy hány oldalú szabályos sokszöget szeretnénk rajzolni. Esetünkben a hat éppen megfelelő lesz. A középpontját kell először megadnunk, helyezzük el ezt az origóban. Egy kattintás, után kezdjük el húzni az egeret. Fontos most is, hogy valamilyen főirányba álljon legalább az egyik sarka, ugye ebből következően még másik is arra fele fog nézni. A méretét tekintve körülbelül 8 centi átmérőjű lehetne a befoglaló köre ennek a sokszögnek. A jobb alsó sarokban lévő méret megadás azt mutatja, hogy a sugarat kell megadnunk, ez tehát legyen 40 mm, ugye mivel a templét alapmértékegysége jelenleg a milliméter, ezért ha beírom, hogy 40 és Enter-t ütök, akkor egy 40 mm-es sugarú körbe rajzolható, ezt a már jól ismert kihúzást vagy push-pull eszközzel valósíthatjuk meg. Kattintsunk a felületen, és kezdjük el húzni, és 10 mm magasságot adjunk meg. Most azt kéne elérnünk, hogy ez a felső hatszög a középpont körül átléptékezhető legyen kisebbre, és ezek az oldalak, vagy ezek az oldal élek is vele együtt ferdére változzanak. Erre lehetőséget ad a léptékezés eszköz. Ezt úgy érhetjük el, hogy először a kijelölő eszközzel, ugye Space billentyűvel tudjuk kiválasztani. Megjelöljük a felső hatszöglapot, majd az eszköztárból a léptékezés parancsot választjuk. Ezt az S billentyűvel és elérhetjük. Ekkor egy sárga négyszög jelenik meg az objektumunk körül. Ez más programokból ismerősen működhet, tehát hogyha az oldalán lévő zöld fogópontot megfogom egy kattintással, látszik, hogy átváltozik pirosra a fogópont. Ez mutatja, hogy az egyiket mozgatom, a másik pedig fixen marad, és ahhoz képest zsugorítja az alakzatot. Ebben az esetben egy tengely mentén. Ha eszképpel kilépek a parancsból, és az egyik sarokpontot fogom meg, akkor látható, hogy mindkét tengely mentén azonos mértékben változtatja a hatszög méretét. Igen ám, de nekünk ez nem jó, hogy az átellenes sarokpont felé zsugorodik az alakzatunk, mi azt szeretnénk, hogy a középpont felé zsugorodjon. Ezt a Ctrl
lenyomásával érhetjük el. Látszik, hogy a zsugorítás középpontját jelentő másik piros pont az átkerült a hatszög közepébe. Ha most mozgatom az egeret, akkor látható, hogy szépen a közepe felé zsugorodik a hatszög. Zsugorítjuk addig, amíg a program engedi, ez nálam 0,11-es léptéktényezőig megy. Ekkor egy kattintással elfogadjuk a zsugorítást. Ugye most ez a kis hatszög lesz az alapja a pohár szárának. A push-pull eszközzel tudjuk kihúzni, legyen 9 cm magas ez a szár. Ezt beírhatjuk úgy is, hogy 90 és enter, de beírhatjuk úgy is, hogy 9 és cm-nek a rövidítését, a CM-et mögéírva és entert ütve szintén a 9 centit érjük el. Ez látható, ugye, hogy a templétnek az alapmértékegysége a milliméter, de hogyha más mértékegységet szeretnénk használni, akkor azt a szám mögé kell írni, és akkor abban fogja megjeleníteni a program. Ezen a ponton kell megismerkednünk a csoportosítás eljárásával. Ez egy nagyon lényeges lépés a SketchUpban, hiszen mint láttuk, hogyha egy élt elmozdítunk, akkor az a vele szomszédos lapokat is húzza magával. Tehát például, hogyha ezt a szárat a később megismerendő mozgatás parancsal megpróbálom elmozgatni fölfelé, akkor látszik, hogy a talpi részt is húzza magával az egész. Ez ugye van olyan eset, amikor jó, tehát például amikor léptékeztük ezt a kis hatszöget itt alul, akkor jó volt, hogy a többi oldal jött vele, viszont hogyha el szeretném különíteni ezt a szárat ettől a talpréztől, akkor sokkal jobb lenne, hogyha nem jönne vele a talp. Erre való a csoportosítás, hogyha a kijelölt objektumokon jobb gombbal kattintunk, és a Make Component menüpontot választjuk, akkor egy ilyen ablak ugrik elő, ezt a G betű megnyomásával is elérhetjük egyébként. Ebben az ablakban meg kell adni a létrehozandó csoport nevét, legyen ez mondjuk szár, adni lehet hozzá egy leírást, be lehet állítani a tengelyeit, és ami fontos, meg lehet mondani, hogy a kiválasztott elemeket helyettesítse az újonnan létrejövő komponenssel. Ez a komponens, ez körülbelül úgy működik, mint az AutoCAD-nek a blokkjai. Ha a Create-re kattintunk, akkor látszik, hogy a program bedobozolja ezt a komponenst, és innentől, ha ismét megpróbálom elmozgatni, akkor ez már külön életet él. Ismételjük meg a csoportosítást a teljes talpra, jelöljük ki ablakosan az összes objektumot, és a G billentyű lenyomásával hívjuk elő a komponens adatait tartalmazó ablakot, írjuk bele névnek, hogy ez a talp objektum, helyettesítjük a kiválasztást, és a Create gombra kattintva hozzuk létre ezt a nagy csoportot. Ha több objektumot egy nagy komponensbe csoportosítottunk, akkor onnantól ahhoz, hogy szerkeszteni tudjuk az adott elemeket, ahhoz valahol az objektumon duplát kell kattintanunk, és látszik, hogy akkor egy ilyen szaggatott vonallal jelzett
befoglaló hasáb jelenik meg a csoport körül, és ekkor már hozzáférek külön-külön a lapokhoz, míg ugye ez a szár még egyszer be van dobozolva, itt csak az egészet tudom megfogni. Ha ide is kettőt kattintok, akkor léptem bele ebbe a csoportba, és akkor tudom egyesével kijelölni az egyes elemeit, viszont látszik, hogy ekkor a program kiszűrkíti az összes többi objektumot a rajzon. A szerkesztésből úgy tudok kilépni, hogy valahol a szaggatott hasábon kívül kattintok egyet, ugye ebben az esetben most még egy csoporttal kijebb léptem, még egyet kattintok, és akkor léptem ki teljesen a szerkesztésből. Most készítjük el a pohárnak a fülét. A fület arra az oldalra helyezzük el, amely a zöld-kék síkra merőleges. Ugye ez lesz az az oldal. Ez az oldal az. Viszont a fület a csoporton kívül szeretnénk, tehát ügyeljünk, hogy ne a csoport szerkesztésében legyünk. A fület először egy ívvel fogjuk jelezni, majd ezt az ívet fogjuk megvastagítani. Ennek az ívnek a helyét ki kéne jelölnünk, viszont nem szeretnénk fölöslegesen vonalakat rajzolgatni, erre egy nagyon hasznos eszköz, a mérőszalag eszköz, a T billentyű megnyomásával érhető el. Ennek az eszköznek két funkciója van. Egyrészt le tudok mérni két pont közötti távolságot, ugye az egyik pontra kattintok, másik pontra kattintok, és a jobb alsó sarokban kiírja a kettő közötti távolságot. A másik funkciója pedig az, hogy segédvonalakat tudok létrehozni vele. Ezt úgy tudom megtenni, hogy kiválasztok egy élt, amivel párhuzamost szeretnék húzni, egy párhuzamos segédvonalat szeretnék húzni, kattintok az élen egyet, majd elkezdem az egeret mozgatni. Látszik, hogy megjelenik egy szaggatott vonal, ez lesz majd a segédvonalunk. Látunk egy piros nyilat, ez ugye a fő irányt jelzi, valamint a jobb alsó sarokban folyamatosan változik a távolság. Szeretnénk a fülnek az ívét az oldal felében elhelyezni, ezért mutassuk meg a kurzorral a felező pontot, ezt egy lila pont jelzi. Egy kattintással elfogadhatjuk, és akkor látszik, hogy itt az oldal felében létrejött egy segédvonal. Ugye így az egyik irányba már elhelyeztük a fület, még magasságilag kéne valahogy elhelyezni. Ezt hasonló módon megtehetjük. Választjuk ki ezt a felső élt. Egy kattintás. Most a kék irányba húzzuk lefelé, és legyen mondjuk innen 2 centire. Írjuk be. 2 centi. Enter. Az ív teteje. Az ív alja pedig még innen további 3 cm. Látszik, hogy a segédvonalak azok a végtelenbe nyúlnak, tehát akárhol felhasználhatjuk őket. Ezután egy újabb eszközt ismerünk meg, ugye a fül az íves, tehát egy ívet kell rajzolnunk. Ehhez itt a ceruza, vagyis vonal eszköz alatt található az ív eszköz, amit az A billentyű megnyomásával érhetünk el. Az ív rajzolásához 3 pontot kell majd megadnunk, először az elejét, majd a vég pontját, és utána azt, hogy mennyire akarjuk hasasra kihúzni. Próbáljuk ki, forgassuk be úgy a nézetet, hogy lássuk a két végpontot, de legyen helyünk majd valahogy megmutatni, hogy mekkora ívet szeretnénk.
válasszuk ki a két segédvonalnak a meccéspontját, látszik, hogy a program segít, ki is írja, és egy piros X-el jelzés, hogy meccéspontot talált. Első kattintás, az alsó meccésponton második kattintás, és most kiemeljük az ívet. Ugye figyeljünk arra, hogy ne egy ilyen fekete irányba rajzoljunk, mert ilyenkor nem tudjuk pontosan, hogy merre áll, hanem a zöld irányt tartsuk, ugye ez lesz merőleges majd az oldalra, a shift billentyűvel akár be is biztosíthatjuk. Kicsit távolítsunk ki, hogy lássuk magát a talpat is. Ugye a shift billentyű nyomvatartása mellett meg tudjuk azt valósítani, hogy a körnek, vagy ennek az ívnek a legkülső pontja az pontosan idáig a talp széléig érjen. Ugye ezt úgy érhetjük el, hogy megmutatjuk a ceruzával valamelyik sarkát ennek az oldalnak. Egy kattintással elfogadhatjuk. Na most, ugye ebből kéne valahogy egy vastagsággal rendelkező csövet készítenünk. Erre fog szolgálni a follow me, vagyis lekövető eszköz. Ez az eszköz úgy működik, hogy meg kell mutatni neki egy útvonalat, esetünkben ez lesz majd ez az ív, valamint egy alakzatot, amit ezen az útvonalon végig tud húzni. Ugye ez egy picit hasonlít majd a push-pull, vagyis kihúzás eszközre, az lesz a különbség, hogy a kihúzás eszköz az csak egy irányba működik, ez az eszköz viszont akár ívek mentén, elég bonyolult vonalak mentén is képes lesz kihúzni bizonyos felületeket. Tehát ugye az útvonalunk megvan már, még kéne a majdani csőnek a keresztmetszete, ez ugye egy kör. Kört úgy tudunk rajzolni majd, hogy a kör eszközt választjuk, és a középpontját és a sugarát kell megadnunk. Válasszuk ki tehát a kör eszközt, ezt a C billentyűvel is megtehetjük. Látjuk, hogy egy színes körrel jelzi a program, hogy melyik síkba szeretné a kört rajzolni, és látszik az is, hogy itt ennek a hatszögletű hasábnak az oldalaira szépen rááll, ugye nekünk erre az oldalra kell rárajzolnunk a kört. Középpontnak válasszuk ki ezt a meccéspontot, ahol az útvonal is indul. Egy kattintás, majd a sugarát esetünkben a rajzon megadhatjuk, hisz tartson eddig az élig. Egy kattintással fejezzük be a kört. A fülhöz tehát megvan az útvonalunk, megvan a keresztmetszet, most már csak végre kell hajtani a kihúzást. Ezt úgy tudjuk megtenni, hogy először a kijelölő eszközzel kiválasztjuk az útvonalat, kéken megjelenik, majd kiválasztjuk a lekövető eszközt, ez itt az eszköztár közepén található, follow me, ezt írja ki a címke, válasszuk ki, és ezután meg kell mutatni, hogy melyik felületet szeretnénk végig húzni ezen az útvonalon, legyen ez a kör a mi esetünkben. Kattintsunk rá, és ha mindent jól csináltunk, akkor megjelenik a cső, ami a fület fogja szimbolizálni. Itt a példában most nem fogunk azzal foglalkozni, hogy ezeket a hibákat eltüntessük, ezeket
metszéssel lehet megvalósítani. Ha idáig eljutottunk, akkor töröljük ki a segédvonalakat, ezekre már nem lesz szükség, nagyon egyszerűen megtehetjük, kijelöljük őket, és a delete gombbal eltüntetjük. Még egy feladat vár ránk, mégpedig a pohár felső részének a megrajzolása. Ehhez is a lekövető eszközt fogjuk használni, csak egy kicsit más módon. Elég lesz egy fél pohár metszetet megrajzolnunk, és azt egy vízszintes kör mentén megpörgetnünk. Lássunk hozzá, először ide rajzoljunk egy téglalapot, amire majd rá tudjuk rajzolni a pohár metszetét. Válasszuk ki a téglalap eszközt, állítsuk be úgy a nézetet, hogy a kék és zöld tengely által meghatározott síkot lássuk, egy picit billenthetünk, annyira, hogy itt a középpontot meg tudjuk fogni első sarokpontként, egy kattintás, billentjük úgy a nézetet, hogy függőlegesen álljon a téglalap, és értékeknek írjuk be azt, hogy 10 centi és 38 milliméter. Enter. Erre a téglalapra fogjuk elkészíteni a pohár metszetét. Válasszuk az ív rajzoló eszközt, ugye A billentyű, és itt most nem pontos méretekkel fogunk dolgozni, hanem körülbelüli alakzatot rajzolunk. Ebből a metszéspontból indítsuk el az ívet, és legyen egy negyed kör. Ezt a program segíteni fog megrajzolni, ugyanis ha itt ezen az oldalon mozgatjuk az egeret, akkor egyszer csak egy ilyen rózsaszín szakaszt látunk. Ez jelzi azt, hogy pont 45 fokban áll a vonal, vagyis ugyanakkora a két oldal, vagyis negyed kör tudunk rajzolni. Egy kattintással tegyük le a másik végpontot, és kezdjük el kihasasítani a kört. Itt is, ahogy húzzuk, egyszer csak megjelenik egy rózsaszín ív. Ez azt jelenti, hogy ilyenkor pont érinti a két szomszédos oldalt, és nekünk pont erre is van szükségünk. Egy kattintással fogadjuk el. Innen ugye még ide kell egy ilyesmi ívet berajzolnunk. Az előző ív vége legyen az első pont, a második pontot körülbelül itt jelöljük ki, és figyeljük meg, hogy ahogy mozgatjuk az egeret, most kéken jelenik meg az ív. Ez azt jelenti, hogy ilyenkor érinti az előző ívet. Fogadjuk el, majd rajzoljunk még egy befejező ívet, szintén folytatásként, és innentől, ha jól mozgatjuk az egeret, akkor folyamatosan kék az ív. Ez azt jelenti, hogy mindig ehhez az előző ívhez érintő irányúra próbálja meg a program állítani ezt az új ívet is. Valahol itt a felső vonalon fejezzük be, és fogadjuk el a felajánlott kék ívet. Látható, hogy a fél metszet kialakult. Nekünk viszont ugye ezekre a külső részekre nincs szükség, ezt a kijelölő eszköz segítségével és a delete gombbal távolítjuk el mind a két részről, hogy csak ez
a forma maradjon. Ugye most előbb rajzoltuk meg a kihúzandó felületet, még kell rajzolnunk egy kört, ami körül meg tudjuk forgatni ezt a szelvényt. Válasszuk a kör eszközt, érjük el, hogy a kék színű kör látszódjon, tehát a zöld és piros síkjába rajzoljunk. A shift billentyű lenyomásával biztosíthatjuk azt, hogy mostantól a kör nem áll rá az egyes oldalakra és más főirányra sem, csak ebben a síkban dolgozik. Mutassuk meg neki ezt a felső tengelypontot. Ugye lényeges, hogy a kék tengelyen legyen a kör. Majd egy picit mozgassuk el fölfelé, kattintsunk egyet, és itt már megrajzolhatunk egy tetszőleges méretű kört. Ha ezekkel megvagyunk, akkor a már megismert módon alkalmazzuk a lekövető eszközt. Először mutassuk meg azt a vonalat, azt az útvonalat, aminek a mentén ki szeretnénk majd húzni ezt a felületet. Válasszuk a lekövető eszközt, és mutassuk meg, hogy mit szeretnénk kihúzni. És ha mindent jól csináltunk, akkor megjelenik ez a pohár alak. A nem kellő részeket, tehát ezt az útvonalat kitörölhetjük, valamint az se kell, hogy ez a pohár be legyen foltozva, tehát ezt a lapot is kitörölhetjük. Még egy fontos lépés van hátra a festés előtt. Ugye látható, hogy a modell eddigi részei azok fehérek voltak, tehát ezzel az oldalukkal voltak kifelé. Ez a pohár alakzat az én esetemben most a szürke oldalával van kifelé. Azt kéne elérnünk, hogy itt is a fehér legyen látható. Ezt úgy tudjuk megtenni, hogy bal gombbal kattintunk ezen a felületen, utána egy jobb gombbal előhozzuk a helyi menüt, és itt találunk egy ilyen parancsot, hogy Reverse Faces, válasszuk ezt, és ez megfordítja az oldalaknak az irányultságát. Látható, hogy el is készültünk azzal a pohárral, ami a kitűzött cél volt. A modellt véglegesíthetjük festéssel, válasszuk a festékes vödröt, és itt a legördülő menüben az átlátszó anyagtípusokat választva megjelölünk mondjuk egy ilyen kék színű üveget, és ha ezzel befestjük a pohárrészt és a modell többi részét is, akkor egy egészen látványos, félig átlátszó poharat kapunk.